Szeretettel köszöntünk mindenkit a Színház Szerdán. Ma este vendégem és a főszerepben továbbra is a népszerű színész Bajomi Nagy György. Köszönöm szépen. Azért mondja, hogy egy népszerű színész, mert főiskolás korom óta mindig ráírom az összes példányomra azt, hogy népszerű színész. Azt, hogy miért, azt nem tudnám megmagyarázni, de ez egy ilyen kabala lett nálam. Biztatom Nándit is, hogy bármit írjál, legyőzhetetlen, rettenthetetlen, és életed végig írjad rá. Köszönöm, meg, meg, is fogom fogadni, valami rákerül a Találj ki Abszolút. Szentesi vagy, szentesen születtél, szentesen nőttél fel, fel. fel, ott jártál középiskolába, is a méltán híres Horváth Mihály Gimnázium irodalmi drámai tagozatára. A Várkonyi Zoltán, aki a Víg Színháznak volt az igazgatója, meg egy legendás színházi, meg filmes szakember, és a Bácskai Miska bácsi, aki a Szentesi Horváth Mihály Gimnáziumnak volt az igazgatója, kitalálták, hogy már foglalkozni kéne színészettel, meg színházzal, középiskolában is, tehát 14 és 18 éves gyerekeknek is. Az én gimnáziumi osztályomból, tehát az egyszerű vidéki gimnáziumi osztály, hat, azaz hat darab színész van a pályán a mai napig. Tehát ez egy, ez, ez egy, és szerintem ez egy kuriózum. Találkoztatok már azóta, mint kollégák is? Tehát az De Te... Osztálytel... -e valós? Aha, a Csak a Széles laci a, azzal ez egyedül. De három srác van a Szolnokon játszanak, meg a <laughs> izóra magyar hangja volt a gyírőbe, a ő is például az osztatások volt. Talán azzal sem árulok egy titkot, hogy szenvedélyesen szereted a vízilabdát, magad is ugye űzted a, a, sportot, de aztán mégiscsak választani kellett színház és, és sport között? 85-ben ugye negyedikes gimnazista voltam, és akkor bekerültem a szentesi felnőtt vízilabda csapatnak a keretébe, ami azt jelentette, hogy a 85-ben, hogy akkor kapsz lakást majd, meg külföldre utazol, meg közben nagyon szerettebb csinálni. És akkor az, az volt bennem, hogy akkor én nem próbálom meg a színművészeti főiskolát, mert hogy akkor, akkor majd én majd vízilabdás leszek. Két nappal mielőtt be kellett adni a jelentkezési lapot a színművészetire, fölvittek minket a Katona József színházba, és egy ilyen legendás előadás, az Übü király, ez volt a címe, ez a Sinkó László, Básti Uli, Hollósi, Frici, tehát egy ilyen, tényleg egy katonának egy ilyen csúcskora volt. És akkor úgy 18 éves gyerekként hogy megnéztem, és akkor azt mondtam, hogy hát én is szeretnék színházat csinálni inkább, és akkor, és akkor elindultam e fele. Tehát ugyanaz színművészeti felvételi, hogy tehát mondjuk mikor eger, tehát ezer, ezer, ezer ember jelenkezik olyan 10-15 helyre, tehát nagyon nehéz bekerülni és három rosta van a felvételire, ami azt jelenti, hogy vinni kell 15 verset, 5 monológot, meg éneket. Hát az ének akkor sem volt az erősségem, de attól még fölvesznek, tehát annyira nem tragédia. Tehát az első rostán kiesik olyan 800 gyerek. A második rostán kiesik olyan 160 gyerek, és az utolsó 40-ből fölvesznek 15-öt. Na, tehát én kiestem a harmadikon, amikor először jelentkeztem, és akkor a Nemzeti Stúdióba. 18 évesen ugye felkerültem vidéki gyerekként Pestre. Az statisztáltunk, az volt a, ennek a Nemzeti Stúdiós létnek a lényege, hogy voltak óráink délután, tehát beszédóra, táncóra, mesterségóra, ilyesmi, és illetve délelőtt próbáltunk, és statisztáltuk az idős színészeknek, tehát a Sinkovics Imre, meg Agárdi Gábor, Béresilónap, Sotairén. Tehát tényleg elképesztő volt, hogy eddig csak ugye tévébe, aztán most, és mondom, a mai napig emlékszem például, hogy hihetetlen kedvesek voltak. Tehát ezek a, ezek a hihetetlen nagy színészek fantasztikusan kedvesek voltak a fiatalokkal. A Huszi Péter osztályába jártunk. A harmadik, negyedikben minden főiskolás osztály kimegy Budapestre gyakorlatra. Tehát az azt jelenti, hogy különböző színházakhoz elmennek kisebb szerepeket játszani, és akkor jó sok pénzt keresnek, meg tanulnak. Na az én osztályom, az én kivételémmel úgy döntöttünk, hogy, hogy, hogy nem, ők úgy, hát ők úgy döntöttek, hogy nem menjünk ki, és ugye ezeket csomagba vettek, ezért nem mentünk ki harmadikba sehova negyedikben meg úgy döntött az osztály, de abban már én is benne voltam, hogy menjünk le Nyíregyházára tanulni. Tehát jó szerepeket játszani, és negyedikes főiskolásként játszottuk ott két darabba, jól éreztem magam, és én oda szerződtem. Például onnan ismerem az avasat Az a Becseleven nálunk, hogy mumus, de azért mumus a beceneve, mert mert rendezett egy darabot ott Nyíregyházán, amiben én benne voltam, és az volt a címe, hogy a Mumus, és én voltam a Mumus király. Hatalmas szőrmók jelmezbe, csak az arc, arcom látszott ki. Az összes többi írgalmatlan meleg szőr, ez is zöldre be volt festve. És akkor én ott ültem, ott bemázolt arccal szőrmókként egy hűtőszekrénybe, és úgy végig gondoltam, hogy biztos, hogy én ezzel keresem a kenyeremet. És hát igen, igen, valószínűleg biztos ezzel. És Nyíregyházáról vezetett az utat Pécsre. Így van, és a tíz évig voltam. Tehát ugye, wow. aki Pécset ismeri, az tudja, hogy egy, gyönyörű város, nagyon jó volt. És hát a Balikó Tamás volt az igazgató, akit még főiskolás koromban még ismertem, meg jóba voltunk. És egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis tíz évet húztam le Igen. Pécsen. Jó, de jó időszak volt az és Szerettem. És mond neked az a név amit hogy Zakariás Gábor ott forgatták a kisvárost, Pécs, meg ugye ott Szigetváron, és a, a Benkő Péter valahogy kikerült a sorozatból, és akkor hirtelen helyette kellett egy ilyen határőr gyerek, és élettem az a határőr, de nagyon élveztem, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó kis, kis, buli volt, meg ugye a Fricit már ismertem régóta, mert egy, egy, egy főiskolás darabban is játszottunk együtt, és utána szabadúszás következett, de mellette azért forgattál, amikor tehetted. Én Pécsen voltam, és akkor a Tamás a Jordán hívott egy szerepre a Nemzetibe, és aztán találkoztam a Mohácsi Jánossal, még azon a nyáron, mikor, és mondtam, hogy megyek föl egy szerepre a Nemzetibe, és mondta, hogy ő is rendezott és ő is megkívül, akkor már egyből, egyből, két szerepem lett a nemzetibe, az már nagyon jó volt, és akkor azt gondoltam, hogy akkor, akkor én most fölmondok Pécsen, szabadúszó lettem, tehát játszottam ugye a nemzetibe, illetve euh, akkor indult be ez a Tűzvonalban című rendőrsorozat, ez a, nem tudom, volt, 2007-ben, azt hiszem talán. Kovalik János Johnny. Igen, igen, és... és akkor mi ezt forgattuk négy évig. Tehát egy -e 12 óráznak a filmesek, és akkor ezt, ezt heti hat napon csináltam, tehát új, új darabot nem is tudtam, nagyon jár, nem, nem, is tudtam csinálni. Nagyon ezt, bírtad. Igen, beszélgetünk szeretem, róla, akkor szerettem ezt csinálni, mert egy ilyen jó baráti közösség volt szakmailag, más, más, mindenképpen más. Vannak nagyon jó színpadi színészek, akik nem jók filmen, mert, mert, mert egyszerűen sokak, tehát ilyen, ilyen egyszerű, és fordítva is igaz. És uh, hogyan hozott aztán össze a sorsa a kamara szavária uh, csoporttal? Az már, az már szombathelyhez köthető. A... Csörögött a telefonom júliusba, és széles Laci, hogy, hogy, lenne egy három szereplős darab, az a cím, hogy Sóska Sűtrumpli, az Egresi Zoli írta, és két státszalit itt szombathelyen megcsinálnánk. A Krisztián, az Endrődi Krisztián, ő még nem játszott színházba. <laughs> a a Döme, meg ott volt stúdiós. Hát mondom, persze, persze, gyerünk, gyerünk. És hát ez ilyen nagy szerelem, nagy barátság lett a város iránt, a Döme, meg a Krisztián iránt is. És aztán még a következő évben még csináltunk egy darabot, és aztán még egyet, a hazugot, meg, a, meg a kleiman és a haláltat, az keveset ment, a hazugot, azt megcsináltuk. És akkor ott éppen próbálunk bent, és egyszer csak bejön a Jordán Tamás, aki akkor, akkor már Nemzeti Színháznak volt az igazgatója, ahol én játszottam. Ugye? És nem is értetem, hogy hogy jön be egyszer csak a, itt a régi ez a hemó, hemóba, mert akkor nem volt ugye átépítve, nem értettem, hogy mit, mit, járkál, mert mit keres itt. Jó van, jó van. És akkor azt, aztán mondta, hogy, ő, hogy ő, ő, hát, hogy itt akar, hát ők is tudják, hogy akkor itt színházat akar csinálni. És hát innen indult ez az egész, egész színházalapításos dolog és akkor szólt a Tamás is nekem, hogy akkor, hogy akkor jöjjek le szombathelyre, csak akkor első évben még nem tudtam lejönni, mert akkor még ez a rendőrsorat, ez a tűzvonalban még volt egy évad, és azt leforgattuk, és akkor a következő évben már itt vagyok, és, és egy másodpercig nem bántam meg. Tehát a társulat egyből befogadott. Milyen volt első ízben találkozni azokkal az emberekkel? Nem tudom, sokakat soka ismertél már. Balogjanék, a fiatalok voltak az újjak, tudod? Értem. De, de, de úgy azért, úgy, hát azért nem olyan nagy szakma azért. Tehát idő után már majdnem mindenkit elkezdünk ismerni. Tehát de Igen. hát kedvesen, hihetetlen arról te tudsz inkább beszélni, Igen. mert te már egy, egy bejáratot történetet Igen, jöttél tehát, érted? és hát én is csak ezt mondom, hogy minket is nagyon kedvesen fogadtatok Igen. nagy szíve mely szerepek, feladatok azok, amik a legfontosabbaknak Nekem? gondolsz? Igen. Hát a Vitéz Mihályt nagyon-nagyon szerettem a Hamletet nagyon szerettem akkor az hát az Orgont is nagyon szerettem Természetesen rengeteget tehát tényleg most a tótékat is nagyon szerettem, akár a 12 dűösnek is nagyon, de renget, rengeteget tudnék. Ma hát, ö... A zsótért is nagyon szerettem, igen. És ö, hát most az utóbbi időben azért jöttek ö, díjak is, tehát hogy emlékszem rá, hogy amikor én ide jöttem, tehát az igen, az, akar, évadod, akar egy díjam az sem volt. Ja, se volt, csak a... A... ott Igen, és ide jöttem, a gyakorlatilag, a gyakorlatilag mindenre díjat kaptál abban az évadban. E, fontos a díj? Igen, én szerintem igen, nagyon jól esik az embernek, igen. Igen, szerintem az, az hát persze lehet, hogy van szent ember, aki azt mondja, hogy nem fontos, de nem, örül az ember. Tehát ez egy visszaigazolás. A kritikát hogy bírod például? Öh, és hol a helye Érdekel, nekem, igen, érdekel a kritika, igen, érdekel. Öh, figyelj, hát ez, ez olyan dolog érted, hogy kimegyünk, olyan a világon nincs, hogy mindenkinek tetszik, érted? Tehát én elfogadom, tehát jó, azt mondom majd, hogy hülye volt, hülye volt, a hülyed, de ha meg, ha meg tetszettem neki, akkor nagyon ért hozzá. Ez persze. Igen. Persze, Van-e esetleg olyan ö, alkotó, vagy színházi ember, akivel még eddig ö, ö, nem sikerült dolgozni, de nagyon szeretném mondjuk vele találkozni, vagy együttműködni? Ha. Hát figyeljetek, még az nagyon szeretnék egyszer. Ö, hát a Gotár se rendezett ö, pszicházba még. De most a Gotár Péter körben jön jövőre ide, tehát ez nagyon-nagyon klassz dolog. Viszont benne vagyok a filmjében, majd lesz, hogy most egy, nem tudom hány év után rendezett egy filmet, és majd abban benne leszek. Én, én vagyok Matyi bácsi, van egy kutyám is, aki jógat, egyit elárulok. A te felfogásod nagyon csapatjátékos. Tetten érhető az, amikor másokért is dolgozol, hogy ez, ez miért tartod ez fontosnak? én szerintem az a jó dolog, hogyha permanensen emeljük egymást, és ugye egymásnak tesszük fel a létszeket. De az, hogy eljött, eljött, a néző, az, hogy ő fölöltözött, megtisztelt minket, megvette egyet, az az, 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 a minimum, hogy mi, ami az adott fizikai és lelki állapotunkat tükrözi, azt mi mindet megpróbáljuk odaadni nekik. És hát ugye fantasztikus a közösségünk, ez tényleg így van, tényleg. Ezt a szakmát is ugye végtelenségig lehet tanulni, hogy ö, van még olyan, aki újat tudott, esetleg a... Te ö, is, mutat... mindenki, mindenki, Aha. abszolút, tehát ez, ez, ez nem is korfüggő, hát abszolút lopunk egymástól gesztusokat, tényleg, és ez egy ez, ez emberfüggő is, érted? Uh -huh. Tehát nem csak az, hogy az öregebb színészek 1000 gesztust tudnak, a kicsik meg 600 érted? <laughs> Értem. Nem, tehát az, ez, egy, ez egy perma, és ettől izgalmas szerintem ez a, ez a szakma, hogy folyamatosan, folyamatosan tanulunk egymástól. Foglalkoztat az, az téged, hogy van -e még olyan, amit, amit, nem játszottam el, ami még úgy bennem van, esetleg... Szerintem, nem... Szerintem ezt kérdezed? Hát, vagy, vagy szerepkör, vagy, vagy hát ilyen, a, az ilyen. idős tarzan szeretném el. <laughs> hogy ugrál a liánokon, de a liánok így leszakadnak. <laughs> Jane az kövérem valahol főz. Nem, nem, nem nincs, megmondom őszintén. Ez tök jó, én ezt Te is benne lehetnél. É, mint Csita. Ne, ne, A... te, le, levadásznád az öreg tarzat Igen. valahogy, jó? Gyuri, köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm, Mándikám, és, és köszönöm szépen, Köszönjék hogy megtiszteltek szépen. minket.